A Kulturális Örökség napja alkalmából a Kunidomokos Múzeum az őskort választotta témájául Földbezárt kincseink címmel. A választás apropója Rómer Flóris születésének 200. évfordulója. 200 éve született Rómer Flóris, és őt tartjuk a régészet atyának. És ezért aztán próbáltunk egy olyan témát, helyszínt keresni itt Tatán, ami hozzá köthető, és ugye a Porhanyó bánya az a régészeti kincseiről híres, neves, ismert, úgyhogy ezért választottuk ezt a témát, ez pedig egy őskőkori feltárás. A Porhanyó bányát 1909-ben kezdték ásni, és 2001-ben fejezték be, úgyhogy azért ez a rész az elég erőteljesen feltárt, de sajnos nagyon kevesen ismerik. És ezért is próbálnánk minél jobban az emberekkel megismertetni ezt a korszakot, mert szerintem nagyon sokan nem tudnak róla. A régészeti leletek azok a Nemzeti Múzeumban találhatóak meg, nálunk pedig őslénytani, tehát mamutcsontok vannak, illetve paleobotanikai, tehát mindenféle izgalmas növénylenyomat található meg, és ezekből van is itt pár darab kiállítva, hogy meg lehessen nézni. A témában több előadás is elhangzott, geológiai, paleontológiai, paleobotanikai és régészeti szempontból is megvilágítva a tatai lelőhely fontosságát. Régész minőségemben vagyok itt, a tatai ősebben lelőhelyet fogom bemutatni. Egyike a hazánk legkorábban megismert és egyik legkorábbi lelőhelye, nagyon fontos pont az emberiség fejlődésének a történetében is, mert a neandervölgyi ember telephelyét találtuk itt meg, és itt mód nyílik arra, hogy bemutassuk a környezetét, a telepet, magát, azt, hogy milyen eszközöket használt, merre vannak a kapcsolatok, és így tovább. Úgy 1909-ben Kormos Tivadar kezdett a volt Eszterházi uradalmi kőbányában ásni, és azóta praktikusan számon van tartva a lelőhely, legutóbb most Cseh Juliannával, a Tatabányai Múzeum régészével dolgoztunk itt 9 szezonon keresztül, és folytattuk ezt az ásatást. A rendezvényhez múzeumpedagógiai foglalkozás és a lelőhely megtekintése is hozzátartozott.